egy árokba borult buszról tájékoztat a Vész mobil applikáció. A katasztrófa védelem veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatása 4 éve működik már. Az alkalmazás célja a felhasználók tájékoztatása a különböző vészhelyzetekről és riasztásokról. A vész alkalmazás elsődleges célja az volt és ma is az, hogy a katasztrófa védelem közvetlenül tudjon kommunikálni a felhasználókkal, így a lakossággal, vagy az újságírókkal, vagy bárkivel, aki letölti ezt az alkalmazást. Így biztosított az, hogy mondjuk egy katasztrófa esetén legyen szó árvízről, legyen szó egy nagyméretű ipari katasztrófáról, tehát bármiről, ahol a tűzoltók feltűnnek, hol a katasztrófa védelem ott van, közvetlenül a lehető leggyorsabban tudjuk tájékoztatni a felhasználókat. Az alkalmazás nagy előnye a testre szabhatóság, tehát a felhasználó meghatározhatja, hogy milyen típusú üzeneteket szeretne kapni, legyen szó többek között katasztrófa helyzetről, meteorológiai előrejelzésekről, vagy országos riasztásokról. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudjuk leszűrni, hogy akkor, amikor nagyobb baj van, tehát például egy viharkáros időszak, akkor több tízezerrel nő meg a letöltőknek a száma. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor akár 60-70 ezer felhasználója is lehet az alkalmazásnak. Nyugalmi állapotban, mint például most, amikor nincsen olyan katasztrófa vagy esemény, ami indokolná ennek a használatát, ilyenkor 20 ezer körül van az aktív felhasználóknak a tábora. Azonban mivel ingyenes az alkalmazás, ezért senki nem veszít semmit, aki tényleg csak akkor tölti le, amikor neki van szüksége erre az alkalmazásra. Az alkalmazás fejlesztésében figyelembe veszik a felhasználóktól érkező visszajelzéseket is. Lakossági részről jellemzően a formára és kezelhetőségre vonatkozóan tesznek javaslatot, illetve a sajtó munkatársai a közölt tartalomról küldtek visszajelzést. Az alkalmazás mindkét nagy mobil operációs rendszer felhasználói számára elérhető.